Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Fekete István Szabad Egyetem 2021 őszi szemeszterének megnyitóján. Egyfajta újraindulásról is beszélhetünk, hiszen jogszabályi korlátozások miatt az elmúlt egy év az meglehetősen rapszodikus volt. De 2020-ban indult ugye a Szabad Egyetemünk, egy tavaszi szemeszterrel indítottunk, amikor is Szakács Árpád indító előadásán nem is fértünk be ebbe az előadóterembe, több mint 200-an jelentek meg. No hát azóta felszerelkeztünk pótpadokkal, utcára való kihangosítással is felkészültünk a széleskörű igényekre, amely akkor megmutatkozott az iránt, a tudás iránt, amit itt a Fekete István Szabad Egyetemen is el lehet sajátítani. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm körünkben Popé Gyula tanárurat, az MTA doktorát, és hát elsősorban, mint a Fekete István Szabad Egyetem igazgatóját, hiszen, ahogy beharangoztuk, ő nyitja meg a mai fél évet. A mai fél évünk, a ma meginduló fél évünk első előadásának a már oly régóta ígért Bakai Kornélt reméltük, azonban legnagyobb sajnálatunkra ő időskorára való tekintettel végül most az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy a fokozódó járványügyi helyzet miatt nem tudja vállalni ezt az előadást, pedig elképesztő szellemi frissességét tapasztalhattuk meg a vele való levelezésben, beszélgetésben. Előadásokat azonban már nagyon-nagyon régóta nem tartott, ezért is lett volna, vagy hát előbb-utóbb reményeim szerint lesz hiánypótló itt a Fekete István Szabad Egyetemen régész tanár úr előadása, hiszen hiánypótló ismereteket tudna megosztani. Még ma is azt látjuk, hogy nem valósult meg az őstörténeti intézet, az a finnugrizmussal bátran szembenéző régészeti felfogás, amelyet helyettesítendő viszont egy rokon szakma kiváló művelője, Popé Gyula, úgyis mint történész, és mint Bakai Kornél munkásságának nagy tisztelője. Nem mellesleg a Felvidék krónikás, a számos könyv szerzője, régió barátunk és Szabad Egyetemünk igazgatója az, aki most ezt az előadást így örökbeugróként természetesen vállalta. Úgyhogy kérem, hogy egyfajta kárpótlásként is ebben a nehéz helyzetben, amikor Bakai Kornélt még nélkülöznünk kell, de az ő munkássága előtt is tisztelegve fogadják szeretettel a mondhatnám ünnepélyes megnyitóval, tanévnyitóval egybekötött előadását professzor úrnak. Köszönöm szépen! Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! A pandémia elfújta a Fekete István Szabad Egyetem reményteljes kezdetét. Ami azonban múlik, nem késik. Remélhetőleg szárba szökken ez a kezdeményezés, és nagy hasznára és javára lesz valamennyiünknek, előadóknak és hallgatóknak, és főleg az itt elhangzottak megszívlelendőjének egyaránt. Ha most végignézek ezen a csoportosuláson, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, eszembe jut, hogy amikor a Szakács Árpád barátunk előadása volt, bizony, a tisztelt nagyérdemű közönség kint tolongott és szorongott a gyalogjárón, mert hát bizony nem fértek be, az emberek oly annyian voltak. Lesz ez még ezután is így, úgy gondolom. Az embereknek még erőt, reményt és elszántságot kell meríteniük ahhoz, hogy merjenek megjelenni, ha a vírus visszahúzódóban van is, azért a félelem nyomai még itt maradtak utána. Ezt leküzdjük, és aztán minden folytatódik. Máskülönben is, Berzsenyit idézve, nem sokaság, hanem lélek, szabad nép tesz csuda dolgokat. Nem a megjelentek mennyisége, hanem a minősége számít elsősorban. És úgy gondolom, akik itt vannak, azok minőségileg is megállják a próbát. Bevezetőképpen ennyit. Ahogy hallották előtt barátunktól, Bakai professzornak lenne itt előadása. Jó magam is nagy érdeklődéssel vártam ezt a vele való találkozást, és mindjárt azt tettem volna föl, ami az egyik könyvének a címe, ugye, hogyan lettünk finnugorok? Erről beszélt volna nekünk.
Hogyan lehet az, hogy egy Sajnovics József nevű tudós ember, egy csillagász, kimegy Lapföldre, a napfogyatkozást megfigyelni, hogy állítólag onnan tudja legjobban, mint csillagász, azt a jelenséget, ezt az égi jelenséget tapasztalni, és ott visszajön, és akkora egyszerűen fölfedezi a magyar lap rokonságot, és hirdetőjévé válik a mi finnugor rokonságunknak, és nagy ellenzőjévé annak, amit azelőtt évszázadokon, egy évezreden keresztül tudott minden művelt ember, hogy mi a hunok utódai, leszármazottai vagyunk. És avarok, meg a többiek közben, ugye, ezek voltak éppen a mi népünk, csak más-más megjelenési formában. A László Gyula professzornak ismerjük a kettős, sőt hármas honfoglalásról szóló műveit, amikor azt bizonyítja, hogy itt a hunok meg az avarok két hulláma, mert az avarok két hullámban jönnek a Kárpát-medencében, ez voltak éppen ugyanaz a népiség, amelyik Árpáddal jön. Árpád magyarjai voltak éppen már az utolsó hulláma ennek a több évszázadig tartó népi mozgásnak itt. Na, majd ezt valamikor, ha módunk lesz rá, még aprólékosabban és szakszerűben megtudjuk majd a professzor úrtól, Bakay Kornél barátunktól, és akkor majd, hát kialakítjuk majd kiki a maga véleményét. Én ennek a témának nem vagyok a szakembere, csak kérdezni tudok, válaszolni nem ezekre a fölmerült kérdésekre. Amivel én foglalkozom, ez nem egyéb, mint a mi gyönyörű hazánk szétdarabolása, fölosztása, vélt vagy valós ellenségeink között, nagyhatalmi ármánnyal, és főleg, mivel felvidéki vagyok, a felvidék sorsa 1914 és 20 között. Mi történt velünk ez alatt a 4 év vagy 6 év alatt, 14-től 20-ig? Aztán ezt folytatják a további könyveim, a két háború közötti felvidéki magyar életről jelent meg két vaskos kötetem. Egyiknek az a címe, hogy Felvidék 1918, kötőjel 1928, alcíme az első évtized csehszlovák uralom alatt. Aztán van egy következő, Felvidék 1929-1939, alcím a második évtized csehszlovák uralom alatt. Aztán nemrég jelent meg egy ilyen könyvem, hogy Szövetségben az ellenséggel. Ez voltak éppen a 39-45 közötti hat esztendő, az akkori Magyarország és az akkori Tiszo-féle Szlovákia egymáshoz való államközi viszonya. És ha minden igaz, és ha Szakács Árpád igazat mondott, akkor pár héten belül egy újabb könyv lát napvilágot. Túszhelyzetben a szülőföldön. Ez 39 és 45 között a Tiszo-féle szlovák köztársaságban rekedt 70-80 ezer fő számláló magyarság kálváriája. Ugye Eszterházy János magyarjai maradtak ott Tiszo-Szlovákiájában. Amikor egyetemista, sőt, még gimnazista voltam, akkor eltökéltem, hogy ha Jóisten erőt ad rá, életem célja az, hogy az elszakított felvidék történetét kutassam. Egyáltalán hogy következed be, hogy következheted be ez a szörnyűség, aminek történészként kutatója lehetek? Mi történt egyáltalán? Mennyire volt ez törvényszerű? Mennyire volt ez valamilyen véletlennek, vagy talán ellenünk szegülő ármánynak az eredménye és végkövetkezménye? Nos, ezt kutattam, és ameddig a Jóisten erőt ad, hát ezzel fogok foglalkozni, amíg csak bírom a tollat emelni, és amíg az agyam egy csöppet is működni fog. Nos, kedves barátaim, itt egy óra áll rendelkezésemre, hogy elmondja körülbelül annyi anyagot, amit az egyetemen egy teljes szemeszter alatt szoktam átvenni a hallgatóimmal. Tehát lesz mit csinálnunk, hogy sűrítsük a dolgokat, és hogy lehetőleg érthetően, követhetően előadjam a dolgokat úgy, hogy mindenki megérthesse belőle annak a folyamatnak a lényegét, ami itt lejátszódott hazánkkal, országunkkal szemben. Mit a pontokba foglaltam néhány alcímet, hogy miről akarnék önöknek beszélni. Először is, ha megengedik, szólnék az összeurópai helyzetről 1914 előtt. Ennek olyan címet adtam, hogy európai kis és nagyhatalmak a nagy háború előtt.
azt valamennyien tudjuk, talán még gimnáziumi tanulmányaimból, hogy a háború előtt itt kialakultak bizonyos háborús blokkok Európában. Na most miért következett mindez be? Hát kérem, Európában három szuverén szárazföldi nagyhatalom, tehát kettő mondjuk, a harmadik az olyan univerzális volt, két szuverén szárazföldi nagyhatalom volt évszázadokon keresztül, olyan 200-300 évre visszatekintve. Az egyik Franciaország, a másik az egyre fontosabb, nagyobb szerepet játszó cári orosz birodalom. Ott volt ugye az angol, a brit világbirodalom, a tengerek ura, a kereskedelem, a hajózás ura, és az ipari termelésnek talán a legjelentősebb európai központja. Na most mi következik be az 1870-es évek folyamán? Konkrétan 1871-ben létrejön az egységes Németország. Itt fokozatosan kezd megváltozni az európai erőviszonyoknak a térképe. Egy 20 éven belül, a 90-es évekre elérünk oda, hogy egyre inkább Németország kezdi átvenni Európában a gazdasági vezető szerepet. Úgy tűnik, hogy Európában Németország akarata ellenére már valami kevés dolog történhet. A németeknek, a német birodalomnak már mindenbe beleszólása van. Kik a leginkább féltékenyek erre az állapotokra? Leginkább a franciák. Nos, miért? Ugye 1870-ben zajlik le a francia-porosz háború, amikor a franciák csúfos vereséget szenvednek, és a németekkel, a Poroszországgal kötött békével Elzász-Lotaringiát vissza kell adni Németországnak, amelyet 1648-ban a Westfáliai béke csatolt Németországtól, az akkor még nem egységes Németországtól, tehát ez a két tartományt odaadta a franciáknak, a Westfáliai béke 1648-ban. Ezt az egységesülő német birodalom 1871-ben visszaveszi, és becsatolja az egységes német birodalomba. Na, jól tudjuk, hogy nem akarom részletezni, Ausztria ebből az egységes német birodalomból kimaradt. Bismarcknak, a német kancellárnak, meg első Vilmos császárnak nem volt érdeke Ausztriát is bevonni az egységes német birodalomba, mert úgy számoltak, hogy a Habsburgok birodalma Magyarországgal egyezzen ki, kössön velük megfelelő dualisztikus államjogi szerződést, és majd ez az osztrák-magyar monarchiává átkeresztelt Habsburg birodalom lesz Németország első számú szövetséges a Közép-Európában. Ez be is következett. Nos, nézzük a franciákat. Franciák nem tudták megbocsájtani a németeknek ezt a két tőlük elragadott tartományt, Elzászt és Lotaringiát. Szövetségeseket kell keresni, és majd a revans útján visszavenni ezt a két tartományt. Revans. Francia szó. Képzeljék el, mindjárt a 70-es évektől ez egy állampolitikai jelszóvá vált Franciaországban, hogy igenis mi revansot akarunk venni, tehát vissza akarunk vágni Németországnak, és ezt a két tartományt visszacsatoljuk Franciaországhoz. Az, hogy ebben a két tartományban németek élnek, a franciákat abszolút nem érdekelte. Az ott élő több milliós németségnek mai napig egyetlen egy német iskolája nincsen, Elzász-Lotaringiában, a francia demokrácia legnagyobb dicsőségére. Persze, ezt gúnyosan mondtam. Nos, ugye tudjuk jól, hogy az évszázadok folyamán a franciák keleti szövetségesei a törökök voltak. Nagyon sokat köszönhetünk megint időzőjelbe a törököknek, már bocsánat, a franciáknak, hogy a törököket ránk szabadították. Francia biztatásra jöttek a törökök errefelé, be Európa közepe felé. Na de már ugye 1870-es évekre Törökország annyira legyengül, hogy már nem érdemes a franciáknak a törökök felé keresni a kapcsolatot, akkor kihez keressék? Orosz, cári Oroszország. 1890-es években a cári birodalom sok nehéz problémával küzd. Pénzügyileg, meg minden egyéb vonatkozásban európai tőke injekciókra szorul. Honnan kapja meg ezeket? Franciáktól. A franciák pedig, meg kell, hogy mondjam, erősen a francia kormányok, erősen egy láthatatlan nemzetközi szervezet befolyása alatt működnek, méghozzá ez nem egyéb, mint a szabadkőművesség.
Tehát ezek a világpolitikai, gazdasági érdekeltségek, nemzetek fölötti társaságok, és amely megfoghatatlan, titkos társaságok. Most azt mondaná valaki, hogy összeesküvés elméletek. Nem. Erre megvannak a konkrét történelmi adatok, hogy hogyan dokumentálni lehet mindent. Nem beszélünk a levegőbe csak úgy össze-vissza. Ennek a legjobb szakértője jelenleg a magyar történészek között Raffai Ernő. Ennek meg kell csak nézni a Raffai Ernő könyveit, a szabadkőműveltségről írt dolgait. Leesik sok ember szeméről a hályog. Érdekes, hogy mennyire fújnak Ernő barátunk ellen, de senki nem tudja száfolni az állításait. De kígyót békát kiáltanak rá, anélkül, hogy egy száfolatot mondanának, hogy mi nem igaz az ő könyveiben. Na mindegy, hagyjuk most. Visszatérve rá. Oroszország nagyhatalmi politikája. Európa felé és a távol-kelet felé is megnyilvánul. A japánokkal ott összerúgják a port, és bizony kitört az orosz-japán háború 1903-4-5. Oroszország csúfos vereséget szenved, Oroszországban forradalmi helyzet alakul ki, inog a cár trónja, megint francia segítséggel, francia tőkével és szabadkőművesek által sugalt és adományozott tőke injekciókkal kell Oroszországot megerősíteni. Tehát megvan a francia-orosz szövetségi rendszernek a pénzügyi és az ideológiai alapja. Most ott vannak az angolok. Mi bántja az angolokat? Először is az, amit mondottam, hogy a németek kezdenek gazdaságilag a nyakukra nőni. Ha megengedik, levetem a zakómat, jó? Mert én bele lendülök a beszédbe, és aztán... És még inkább következő. Anglia a tengerek ura. És a németek bejelentik a flottaépítési programjukat. Méghozzá azt, hogy a német flotta föl akar fejlődni az angol flotta színvonalára. No, ezt már az angolok nem bírják elviselni. És bizonyos gyarmatügyi problémák is rombolják a két nagyhatalom, a brit birodalom és a német birodalom közti állapotokat. Európa fegyverkezik, és szinte benne van a levegőben már úgy a 1907-8-10-es, és hogy fokozatosan úgy 14 felé haladunk, hogy itt előbb-utóbb valami történni fog Európában. És létrejön akkor már a két nagy szövetségi rendszer. Az Európa közepén lévő államokat úgy nevezik, hogy központi hatalmak. Ez ugye a német birodalom, az osztrák-magyar monarchia és az olasz királyság. Az Antant, azaz Antant szövetséget jelent. Az Antant pedig ugye Franciaország, Oroszország, aztán 1907-től Nagy-Britannia is. Nos, ez a két hatalmi blokk néz farkas szemet egymással. Olaszország is friss európai állam. Különböző itáliai államocskákból jön létre a 60-as években az egységes olasz királyság. Németország ugyancsak friss állam, felfelé törekvő. Ha megnézzük a monarchiát, hát a Habsburg birodalom modernizált változata az osztrák-magyar monarchia. Szintén egy feltörekvő friss állam, azt mondhatnánk, akkor is, hogyha évszázados gyökerei vannak a Habsburgok birodalmának. És a tőkés pénzügyi érdekeltségek csoportok kiszámították, hogy egy 20 éven belül a közép-európai térség teljesen átveszi a gazdasági hatalmat Európa fölött. Nem az Atlanti-óceán mentén elhelyezkedő területek lesznek a gazdaság motorjai Európában, hanem a szárazföld, a kontinentális Európa. Tehát ott, ahol Németország van, a monarchia van, ahol Olaszország van. Most ezt minden áron meg kell akadályozni. Ez nem nemzeti érdek, nem francia vagy angol, hanem valami magasabb, valami a láthatatlan nemzetközi, nemzetek fölött álló tőkés csoportoknak az érdeke. A háborút tehát ki kell robbantani. Ürügyet kell találni a háború kirobbantására. Mondok erre egy konkrét, száfolhatatlan bizonyítékot. Poincaré, Raymond Poincaré 1912-ben franciaországi miniszterelnöke lett. Szabadkőműves természetesen. A francia miniszterelnökök csak is szabadkőművesek által jóváhagyott emberek lehettek. És a kormányban a miniszterek többsége szabadkőműves volt mindig a francia kormányokban. Nos, ez a Poincaré a miniszterelnök, és egy 12-ben a következő dolog játszódik le. Egy Izvolszky nevű orosz gróf, az orosz birodalom párizsi nagykövete.
12-ben vagyunk. És azt mondja Poincaré, önök oroszok, használjanak ki valamilyen ürügyet a Balkánon egy összeurópai háború kirobbantására. Ez, higgyék el, valamennyiünk érdeke. Németországot és a monarchiát tönkre kell zúznunk. Mindenképpen. Miénk lesz Közép-Európa, önöké lesz az egész Balkán, a tengerszorosok, Konstantinápoly, Isztambul, az a régi Konstantinápoly, és Ihattyúhaj. Nos, valóban, ez 12-ben hangzik el, és még 12-ben kirobban az első balkáni háború. Abban a reményben robbantják ki a láthatatlan erők, kihasználva az ottani puskaporos hordó körüli feszültségeket a Balkánon, hogy ebbe bele fog keveredni ebbe a háborúba a monarchia is, és majd Németország is. Nos, nem keveredik be ebbe a háborúba. Lezajlik, lokalizálódik a háború, és nem keveredik bele. Erre fel 13-ban kirobbantják a második balkán háborút, hogy majd csak lesz valami. Nem sikerült. A provokációra nem mentünk lépre. Nos, ekkor 13 novemberében, decemberében jön a szabadkőműves utasítás Párizsba. Meg kell valaki gyilkolni a monarchia vezető férfiai közül olyat, amit már olyan cselekedetet kell végrehajtani, amit már nem tud lenyelni a monarchia. Nem lehet már lenyelnie. Két ember meggyilkolása jön szóba. Vagy ő felsége első Ferenc József, vagy a trónörökös. Hát Ferenc József azt mondják, hát ez nehezen fog menni, de a trónörököst el lehetne intézni, hisz 14 júniusában hadgyakorlat lesz Boszniában, és ő, mint a hadsereg főfelügyelője, a hadgyakorlat záró ünnepségére leutazik Boszniába. Ekkora kell megszervezni. 13 decemberében megy az utasítás Szentpétervárra, hogy készítsék elő a szerbeken keresztül ezt a gyilkosságot. Utólagosan Poincaré is, meg a többi francia politikus is bevallja, hogy az oroszok voltak a balekok. A számunkra, az általunk kiszemelt balekok. Hogy az oroszok nélkül nem tudtuk volna kirobbantani a háborút. Nos, Szentpétervár elfogadja ezt az ajánlatot. Nos, jelzem, 14-ben ez a Poincaré, aki 12-ben miniszterelnök, 14-ben már francia köztársasági elnök. Tehát még nagyobb befolyással intézkedik Szentpéterváron. Ferenc Ferdinánd meggyilkolása, tehát januárban már eldöntött tény, 14 januárjában. 13 márciusától kezdik Belgrádban felkészíteni a merénylőket, Csubrinovics, Gavrilo Princip, meg a többieket. És június 28-át szemelik ki a gyilkosság napjának, ekkor lesz a trónörökös ugyanis Szarajevóban, a tartomány fővárosában. No, de még visszatérek valamire. Európában valóban érződik a háborúnak, a háborús légkör, hogy ki fog valami robbanni. Senki nem tudja, hogy hogyan és mi módon, de valami ki fog robbanni. Ennek a híre még az USA-ba is elmegy, és Woodrow Wilson, amerikai elnök, és aggódik, hogy mi lesz Európával. Van egy gyerekkori bizalmas katonatiszt, House nevű ezredes, és ez elküldi Európába. Menj, neked jó kapcsolataid vannak bizonyos politikai körökkel, szerkesztőségekkel, társaságokkal. Próbáld kiszimatolni, hogy mi készül Európában. Nos, ez a House 14 tavaszán megérkezik Európába, és végigjárja a fővárosokat, meg minden, ugye? Megfelelő kapcsolatai vannak. És május 28-ai dátumozással ír egy levelet Amerikába az elnöknek. Jegyezzük meg, május 28-a dátum. És azt írja, Európában a háború kitörésének a kérdése mindenkit foglalkoztat. Pár hét, és ki fog törni a háború. Még nem tudom, hogy hogyan, de egy szikra hiányzik, hogy kitörjön. Úgy gondolom, egy hónapon belül ez a szikra kicsiholódik, és lángra robbantja Európát. Ez írja május 28-án. Június 28-án gyilkolják meg Ferenc Ferdinándot. Itt van a casus belli. Az ok a háborúra. Mindenki fölkapja a fejét egész Európában, hogy most azonnal kirobban a háború. Egyetlen egy európai politikus van, aki azt mondja, semmiképpen nem szabad elfogadni ezt a provokatív lépést. És ki ez? Gróf Tisza István magyar miniszterelnök.
Mindenki amellett van, igenis, például Konrád von Hötzendorf, a monarchia vezérkari hadseregének vezérkari főnöke, azt mondja, 3 napon belül le kell rohanni Szerbiát, úgy, ahogy van. Nem kell semmire várni. Nem kell kivizsgáltatni, meg ilyesmi, semmi. Azonnal támadunk. Hát világos, a gyilkosokat elfogták rögtön, a terroristákat. Világos, hogy senki nem is titkolta, hogy honnan jöttek, és kik ők, és kinek a megbízásából dolgoznak. Megmondták, az egységes Szerbiája, egységesíteni, a nagy szerb birodalomért dolgozunk. És vagy egyesülés, vagy halál, ez a jelszó. Egy Dragutin nevű szerb ezredes, az kiképzőjük, Ápisz a fedő neve, ő tudott volna sok mindent erről elmondani, de képzeljék el, a háború előtt egy évvel, 17-ben kivégezték, de kivégezte ki őket a szerbek. A szerb politika és katonai elit. Miért? Mert nagyon sokat tudott. Az ő kezébe futottak össze a szálak. El kellett hallgatatni, kivégezték. Árulással vádolták meg, hát az bárkit lehet vádolni, beismerte persze, és kivégezték. Na mindegy. Tisza István azt mondja, háborút nem szabad kezdenünk, mert ez egy provokáció ellenünk, emberek. És mi, a monarchia, nem vagyunk felkészülve a háborúra. Valóban, ha megnézzük az egyes nagyhatalmakat, Oroszországot, a Német Birodalmat, Angliát, vagy Franciaországot, mindegyik jobban fel volt készülve a háborúra, mint a monarchia. Hát, és hagyd mondjam meg, hogy ez többek között mi rajtunk, magyar nemzetieken is múlott. Mi a parlamenti obstrukcióinkkal éveken keresztül gátoltuk a monarchia hadseregének modernizálását. Egyszerűen visszafogtuk a hadsereg fejlesztés tempóját. Ezt el kell ismernünk önkritikusan. Na, lényeg az, hogy még a kis Szerbia arányaihoz viszonyítva jobban fel volt fegyverezve, és jobban fel volt készülve a háborúra, mint a monarchia, európai nagyhatalom. Ne feledjük el, az osztrák-magyar monarchia a cári Oroszországot nem számítva Európa legnagyobb kiterjedésű államalakulata volt. Csak a cári Oroszország volt nagyobb. A monarchia területe nagyobb volt, mint Németországé, vagy Angliáé, vagy mint Franciaországé, persze a gyarmatokat nem számítva, csak az európai területeket. Tehát ez valóban egy európai nagyhatalom vagyunk. És nem vagyunk fölkészülve a háborúra. Tehát háborúba nem szabad mennünk, semmiképpen. Húzza, halasztja az időt, amíg végre olyan döntés születik, az ő javaslatára, hogy küldjünk egy szigorú jegyzéket a szerbeknek. Szigorút, de nem teljesíthetetlent. És ha ezt a jegyzéket elfogadják, akkor valahogyan kivizsgáljuk a gyilkosságot, rendezzük a dolgokat, és akkor kész. Július 23-án délután 3 órakor megy el a jegyzék Belgrádba, de ugyanezen a napon, ugyanebben az órában az összes európai hatalom asztalára leteszik a jegyzéket a külképviseleteken keresztül. Tehát nem zsákba macskát árulnak. De a jegyzéknek a preambulumában, tehát az előszavában egy ilyen fogalmazvány található, ahol a monarchia kijelenti, ez a Tisza grófnak a javaslata, ő fogalmazványa, hogy a háborút nem területi nyereség miatt indítják meg. A háború után, akár győzünk, ha győzünk természetesen, egy kapavágásnyi területet nem óhajtunk Szerbiából annektálni a birodalomba. Csupán fel akarjuk deríteni a gyilkosság hátterét, és meg akarjuk büntetni a gyilkosokat. Kész. A szerbek megkapják a jegyzéket, egyedül persze nem döntenek. Megy az üzenet Szentpétervárra, mi legyen. Szentpéterváron éppen ekkor ott van Poincaré, a francia miniszterelnök, tehát nyugodtan meg második Miklós cárral meg tudják beszélni a dolgokat. Teljesítsük-e a jegyzékben foglaltakat, vagy nem? Szentpéterváról a visszaérkező válasz a következő. Minden oroszok cárja tudni fogja, hogy mi a kötelessége a szláv testvér felé. Nem hagyjuk magára Szerbiát. De ez kódolt üzenet, hogy ne fogadjátok el. Nos, végül Szerbia 5.-6. pont kivételével elfogadja a jegyzéket, de éppen az 5.-6. pont a leglényegesebb. 5. pont azt mondja, hogy Szerbia kötelezi magát, hogy beszüntet mindenféle állami szinten folytatott agitációt a monarchia területi épsége és rendszere ellen.
Mert Szerbiában nyíltan hirdették, hogy mi fel akarjuk bomlasztani a monarchiát, és a szerb lakosságú, sőt azon túlmenő területeket, a horvát területeket, meg egész Boszniát, Herzegovinát be akarjuk csatolni a létrehozandó nagy délszláv államba. Tehát ezt hagyják ki, ezt felejtsék el. A következő hatodik pont pedig a merényletet ki kell vizsgálni, a szálak ugyanis egyértelműen Belgrádba vezetnek, és a vizsgálatot ne csak a szerb, hanem a szerbekkel együtt a monarchia nyomozó szervei is együtt végezzék. Hát ez manapság az Interpol idejében ez természetes dolog. Akkor sem volt ez ördögtől való, sőt, volt rá eset, például szerb disznókereskedőket valahol Temesvár környékén meggyilkoltak valamilyen utonálló zsiványok, és a gyilkosságot a szerb és a monarchia hatós nyomozó szervei közösen vizsgálták ki azelőtt pár évvel. Tehát volt ilyen precedens már. Szerbek azonban nem. És akkor ez azt jelentette, hogy háború. Tisza István állítólag megfogta a fejét, amikor Gisselbaró, a monarchia belgrádi követe, először neki telefonált, nem a külügyminiszterének, hanem a magyar miniszterelnöknek, hogy nem fogadták el a jegyzéket. Azt mondja, ez háború, végünk van. Végünk van. Monarchia tehát háborúba került. Még egy dolgot megemlítenék. Amikor ugye meggyilkolják Ferenc Ferdinándot, monarchia szerte ilyen pletyka is terjeng. Kik a gyilkosok? Voltak éppen a magyarok. Mi vagyunk a gyilkosok. Miért? Mert a trónörökös nem szerette a magyarokat. Az volt az elképzelése, hogy a Ferenc József halála után ő lesz az uralkodó, és megszünteti a dualizmust. Átszabja, átalakítja a monarchiát, a cseheknek nagy jogokat szándékozott adni, hát a feleséget se volt, ugye? És azt tudjuk, van egy ilyen közmondás, hogy ki milyennel hál, olyanná vál. Na, tehát Hatek Zsófia cseh grófnő, és a románokat nagyon szerette. Erdélyt odaadta volna a románoknak, oda is ígérte Ferenc Ferdinánd, hogyha majd a dualizmus megszüntetése után Románia belép a Habsburg birodalomba, a Gesamtmonarchia, az egységes osztrák birodalomba, Erdéllyel együtt kibővítve. Erdély a románoké lehet. Tehát ilyen elképzelései voltak, hát ami abszolút nem mondható magyar barátnak. Éppen ezért a fáma, ugye a pletyka szinten ugye azt sugdosták, hogy a magyarok tetették el láb alól Ferenc Ferdinánd. Na tudjuk, ez nem így volt. Na mindegy. A háború elén beindul, van egy optimista látszata ennek, hogy először, hogy a nagyhatalmak nem fognak beavatkozni. Lokalizálni lehet, úgy, mint az első és a második háborút. Szerbiát elintézzük, volt egy a hadba vonuló férfiak, azt énekelték, hogy megállj, megállj, kutya Szerbia, megtanít majd a monarchia, mert a magyar nem enged, még a vér benne pezseg utolsó csepp véréig. Meg a másik, hogy Uram Isten, ne segíts, csak nézd a mi küzdelmünket. Mert a te segíddel könnyű, de mi anélkül is győzni fogunk. Mert Szerbia nekünk csak egy früstök, így mondták a magyar hadba vonulók. Hát bizony, nagyon sok früstök eltelt, azóta meg vacsora is, meg utolsó vacsora is, de nem bírtunk. Szerbiával bírtunk volna. Na de hát az oroszok. Oroszok már azon a napon, 25-én, amikor a szerbek visszaadták az ultimátumot, hogy nem teljesíti, már második Miklós szár elrendelte a titokban a mozgósítást. És két nap múlva általános, nyilvános mozgósítás. Franciák mozgósítanak. És nagy meglepetésünkre beteljesedik az, amit a szabadkőművesek és a francia miniszterelnök, meg az államelnök Poincaré kiterveltek. Egy össz-európai háború. A végső tönkretételéig, a központi hatalmak végső tönkretételéig. Ekkor is bizakodóak vagyunk, és győzni fogunk. Másképpen nem lehet belemenni egy háborúba, csak is a győzelemre való felkészültséggel. Tudnunk kell, hogy nekünk győznünk kell. Úgy nem lehet háborút kezdeni, hanem úgy is el fogjuk veszíteni. Hát ugye egy foci csapat sem menjen ki a meccsre, hogy úgy is jól megvernek bennünket. Hát küzdeni kell. Valóban a monarchia csapatai nagyon jól küzdenek, harcolnak. Annak ellenére, hogy a hadfelszerelésük sokkal a silányabb, gyengék, mint mondjuk a franciák, vagy a németek, vagy uram, bocsá, akár mint az oroszoké.
Most nem akarom szaporítani ezen a téren a szót, hanem inkább arra térnék, hogy most közben a monarchián belül az egyes nemzetiségek, főleg a csehek, hogyan reagálnak mindenre, ami történik, és mikor alakul ki bennük egy olyan elképzelés, hogy a monarchiát fölrobbantani, és létrehozni valamilyen apróbb, kisebb államokat a monarchia területén. Nos, tudjuk jól, hogy Ausztria három tartományában élnek csehek, németekkel és lengyelekkel együtt. Csehország, Morvaország, Szilézia. Csehországban a lakosságnak körülbelül olyan 65-70%-a volt cseh, a többi német. Morvaországban olyan 75-80% volt a cseh, a többi német. Szilésziában a lakosság abszolút többsége lengyel volt, második helyen a németek álltak, a csehek csak harmadik helyen álltak Szilésziában. Most ezt a három tartományt ők úgy nevezték, hogy a cseh történelmi országrészek az osztrák birodalmon belül. Amikor mi 1867-ben megkötjük a kiegyezést a Habsburgokkal, a csehek nagyon elégedetlenek, részben neheztelnek a Habsburgokra, de részben mi ránk, magyarokra is, féltékenyek, hogy nekünk sikerült az, ami nekik nem. Ők ugyanis nagyon szerették volna, ha ez, ahogy ők nevezik, a Szent Vencel korona országai, ez a három tartomány, cseh, morva és szilézia tartomány, egységet alkotva valami hasonló pozícióba kerül, mint Magyarország az egész Habsburg birodalmon belül. Tehát ne dualizmus, hanem trializmus alakuljon ki. Egy hármas központú birodalom. Na, ez nem jött létre, létrejött a dualista osztrák-magyar monarchia. A cseheknek minden törekvése az volt, hogy történelmi jogon ezt a három tartományt egyesítsék, és a birodalmon belül valamilyen különálló testet, politikai testet alkossanak. Nem céljuk a monarchia felszámolása. Az egyik cseh történész, František Palacki megírja nagy munkáját, a cseh nemzet története Csehországban és Morvaországban címmel, amelyben többek között kifejti, hogyha nem lenne, nem létezne ez a Habsburg birodalom, létre kellene hoznunk. Mert a cseh nemzetnek ez az államkeret felel meg leginkább. Miből indul ki? Palacki? Logikusan gondolkodik, figyeljük meg. Azt mondja, ha most valamilyen Deus ex machina, isteni beavatkozással felbomlana a Habsburgok birodalma, velünk cseh tartományokkal mi történne? Meg a többi osztrák tartományjal is. Az egységesülő Németország ezt is beszippantaná magába. És akkor nekünk végünk. Ez az egyik megoldás. Másik megoldás mi lenne? Ha egy európai, előszakos európai konflagráció következtében hullik szét a birodalom, az orosz cári birodalom szippantaná be ezeket a szláv tartományokat. Csehországot, Morvaországot, Sziléziát, de a balkáni szláv tartományokat is. Tehát nekünk ez se jó, az se jó. Mi a jó? Az, ha megmaradunk ebben az állapotban, ahol most vagyunk. Azt mondja, hogy a birodalom iparának 70%-a ezekben a cseh tartományokban van. Mi vagyunk a monarchia legpolgárosultabb tartományai. Nekünk nagyon jó sorunk van. A monarchia, mint nagyhatalom, külkereskedelme, gazdasági ereje, meg minden, a mi kezünkben van. Tehát mi profitálunk abból, hogy egy nagyhatalomnak vagyunk a része. Tehát nekünk nem kell, nem szabad felosztanunk a birodalmat. Semmiképpen nem szabad arra törekednünk, hogy ez a birodalom felszámolódjék. Na de 14 nyarán, amikor már beindul a háború, akkor egyese politikusok, gondolkodók elkezdenek azon spekulálni, hogy és ha az Antant nyerné meg a háborút a központi hatalmak ellen, akkor mi, csehek, ebből mit profitálhatnánk? A csehek nagyon racionálisan gondolkodó nép. Ő képes érzelmeket sokszor félretolni, és csak is a józan ész igénybevételével tervezni jelentés jövendőt. Azt mondja, szükségünk van arra, hogy az Antant országokban is legyen valamilyen érdekeltségünk, tehát minél több vasat kell tartani a tűzbe, és minél több tűzbe. És egyik Reichsrat, bécsi országgyűlési képviselő, tehát birodalmi gyűlési képviselő, egy professzor, Tomás Garik Masaryk, aki akkor 64 éves, 14-ben, először legálisan kimegy Hollandiába,
még októberben, aztán novemberben is, és ott fölveszi a kapcsolatot az angol titkosszolgálattal. Tehát ezzel világos, megszegi a parlamenti képviselői esküjét. Egy idegen hatalommal veszi fel a kapcsolatot, és adatokat szolgáltat neki a birodalomról. Hazajön, majd decemberben újból legális útlevéllel kimegy Rómába, onnan pedig Svájcba. Most már Rómában fölveszi a kapcsolatot az orosz titkosszolgálat főemberével, és aztán Svájcban, meg Londonban természetesen átadja teljesen magát az angol és az orosz titkosszolgálatnak. És azoktól már pénzt kap, most már azt is tudjuk pontosan, hogy milyen összegeket vett fel, sőt azt is, hogy ki volt a tartótisztje. Egy Emmanuel Voska nevű amerikai állampolgár, egy üzletember, aki cseh származású volt, de Amerikában élt, amerikai állampolgársága volt, és szintén az amerikai titkosszolgálat és az angol titkosszolgálat egyik főembere volt. Ezen keresztül kapja a Zsozsót, Masaryk. És mit ígér érte? A hadviselő monarchián belül, tehát hazáján belül létrehoz egy titkos kémhálózatot. A lesz a neve, hogy maffia. Ők találják ki, hogy maffia lesz a neve. Cseszka maffia. És ez hazafias kémkedést fog végezni, vlasztenecká spionázs, hazafias kémkedést az ellenség számára. Az ellenség pénzén. Na, kimegy hozzá egy fiatal középiskolai, kereskedelmi iskolai tanár, egy Eduard Benes nevű fickó, aki nagy tisztelője ennek a Masaryknak, és ezt a Masaryk ráveszi, hogy menj haza, és otthon hozd létre ezt a szervezetet, ez a titkos szervezetet. Kihasználva azt, hogy a csehek túlreprezentáltan részt vesznek az állam legfelsőbb vezetésében, a hadsereg vezetésében, a rendőrségben, a külpolitikában, gazdasági életben, mindenben. Ugyanis a Habsburgok nagyon kedvelték a cseheket, bennünket, magyarokat utáltak. És úgy volt, hogy a hű cseh, meg a rebellis magyar. Ez volt a két ellenpólus. Tehát a csehek megbízhatóak voltak a Habsburgok szemével nézve. Mi magyarok nem, mert mi rebellisek voltunk. Tehát használjátok ki ezt, hogy mi ott vagyunk túl reprezentáltan. Még önfelsége Ferenc József személyi orvosa is cseh volt például. Na, mindegy, ez nem akarok rá kitérni, sok mindent lehetne erről is mondani. Persze a osztrák titkosszolgálat sem teljesen buta, leleplezik, hogy itt van valami ilyesmi, és egy néhány embert begyűjtenek. Klofács, Kramárs, meg mások, Sámál, meg a többieket, akik vezetik ezt a maffiát. És úgy néz ki, hogy Benes is horogra akad. Ezért ő hamis útlevéllel 15. szeptember 2-án emigrál, hamis útlevéllel a monarchiából, és csatlakozik Masarykhoz. És külföldön ez a két ember, Masaryk és Benes hozzák létre valójában a csehszlovák köztársaságot. Most már legújabban a cseh történészek közül is már néhányan józanul már fölteszik a kérdést, és sőt meg is válaszolják, hogy a mi csehszlovák államunk nem ügynökök által létrehozott államalakulat volt itt Közép-Európában. Mert valamennyi főemberünk, aki részt vesz az államalapításban, mind valamelyik nagyhatalom titkos szolgálatának dolgozik. Még a magyarországi felvidéki származású Milan Rastislav Stefánik, francia tábornok is, a francia titkosszolgálat ügynöke. Benes is a francia titkosszolgálatnak dolgozik. Masaryk az angolnak, meg az amerikainak dolgozik. Tehát világos az ábra. Ennek ellenére az otthoni cseh politika, a monarchián belüli cseh politika nagyon hűségesen, állandóan azt bizonygatja, hogy ők őfelségének leghűségesebb nemzete. Mindenkinél hűségesebbek. Kintiek nem azt mondják, de ebbentiek ezt mondják. Tehát föl vannak készülve arra is, hogyha a központi hatalmak, tehát a monarchia győz, akkor ők győztek. Ők fogják legjobban ünnepelni a győzelmet, a csehek. Ha pedig az Antant győz, ők fogják legjobban ünnepelni az Antant győzelmét. Tehát ők mindenképpen győztesen kell, hogy kikerüljenek ebből a nagy világméretű mérkőzésből, ebből a nagy háborúból. És bejött a számításuk. De közben azért a cseh politikusok és a sajtóban, meg a tudósok között is van egy ilyen elmélet, hogy jó lesz ez nekünk. Mert azt mondja, mit akarunk most? Egyesek azt mondják, hogy ha győzünk, úgymond az Antant győz, akkor nem csak a három cseh tartományt akarjuk, hanem Magyarország felvidéki Tótok lakta vármegyéit is. Egész a Dunáig, meg a Tiszáig,
meg a Máramarosig, meg mindent. Hát hogy? Minél ilyen alapon? Azt mondják sokan, hát etnikai alapon. Na most jó van. Erre mondják ennek az elméletnek az ellenző, hogy rendben van. Na de ha etnikai alap, ha nem a történelmi jogot, nem a Szent Vencel tartományait veszük alapul, hogy cseh, morva, szilézia, etnikai alapot, akkor ha mi az etnikai alapra hivatkozunk, és ezt tartjuk elsődlegesnek, akkor a Szent Istváni történelmi jogot is el kell ismernünk. És a magyar határok sérthetetlenségét. Tehát nem lehet egy szájon meleget és hideget is fújni egyszerre. Hát igen, mert azt mondja, ha pedig nem vesszük tekintetbe a történelmi jogot, akkor nekünk is le kell mondani a cseh tartományok nem cseh lakosságú területeiről, a német és a lengyel területekről. Jó, hogy azt már nem fogjuk megcsinálni. Tehát kétféle igazság is lesz, a győztes igazsága, meg a legyőzött igazsága. Tehát ha az Antant győz, amivel mi külföldi cseh emigráns politikusok úgymond győzünk, akkor Csehország, Morvaország, Szilézia teljes egészében, függetlenül az etnikai összetételétől és a nemzetiségi arányoktól, az egész a létrehozandó csehszlovák államnak a része lesz, és a felvidék szlávok lakta területei szintén hozzánk csatoltatnak, függetlenül attól, hogy az 1000 éven keresztül Magyarország szerves része ez a terület. Mit szólnak ehhez a magyarországi szlovák politikusok? Semmit. A visszaemlékezéseket, az emlékirataikat, ha olvassuk, amelyek a 20-as, 30-as években megjelentek, hát többen is utalnak rá, hogy mi tudtuk, hogy mi történik külföldön, meg belföldön egyaránt, de abból indultunk ki, hogy a mi véleményünkre senki nem lesz kíváncsi. Mi velünk az történik, amilyen sorsot szánnak a cseheknek, és ennek a sorsnak leszünk mi is a függvényei. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy az utolsó pillanatban kinyilvánítani, vagy csatlakozunk ahhoz, aki éppen győzött. Tehát ha az Antant elismeri a cseh emigráció szuverenitását a magyarországi szláv területekre, akkor nekünk ki kell nyilvánítani, hogy ezt elfogadjuk, és mi is ennek vagyunk a hívei. Ha pedig nem így döntenek, akkor deklarálnunk kell, hogy hát mi hívei vagyunk az egységes, oszthatatlan magyar hazának. Világos. Alkalmazkodni kell majd az erősebbhez. Cikkek garmadájával lehet ezt, és visszaemlékezésekből kivett idézetekkel lehet dokumentálni, hogy ez így volt. A háború elején például a akkori felvidéki tót szlovák politikusok a szlovák lapokban hűségesebb, hazafiasabb cikkeket írnak, mint a magyar sajtó. Hogy mennyire hazafiak, mennyire tisztelik az uralkodóházat, mennyire tisztelik és szeretik a magyar hazát, és így tovább, és így tovább. Ül három szlovák származású parlamenti képviselő itt Budapesten az országházában, Ferdis Juriga, Szkicsák, még egy harmad Blaho, és mind a hárman olyan hazafias szónoklatokat mondanak, bizonygatván a szlovákok hűségét, nemzethűségét a magyar hazához. Azt mondják, hogy mi hűségesebbek vagyunk, mint a tőzsgyökeres magyarok. És bizonygatják többek között azzal is, hogy nézzük meg a fronton küzdő ezredeket. A szlovák vidékről sorozott Tóth legénységű ezredek milyen vitézül harcolnak mindenütt. De bezzeg a csehek nem. És ez igaz volt valóban a magyarországi Tóth legénységgel feltöltött ezredek, vagy a Tóth nemzetiségű ezredek, vagy a ruszin nemzetiségű ezredek, semmi baj nem volt a harctéren. Kitűnően küzdöttek, pontosan ugyanolyan hatékonysággal, mint a magyar sorezredek. Semmi probléma nem volt velük. Végig a háború befejező szakaszáig megbízható, hűséges katonái voltak a részben a magyar honvédségnek, részben pedig a közös hadseregnek, mert tudjuk, a közös hadsereg volt az igazi nagy hadsereg, a honvédség csak egy kiegészítő része volt a közös hadseregnek. Tehát ilyen téren valóban a szlovákokra nem panaszkodhatunk, a háború alatt lojálisan viselkedtek. A háború végén, hogy ők odaálltak a győztes mellé, úgysem tehettek mást. Azt mondja például Ivan Derer, az egyik később a két háború között többször is politikus, miniszteri tárcát viselt különböző csehszlovák kormányokban. Azt mondja, teljesen mindegy, hogy mi mit akarunk.
úgyis az fog történni velünk, amit döntenek a csehekről, és akkor számunkra is azt a sorsot szánják. Tehát nekünk hallgatnunk kell, ameddig csak lehet. Az, hogy végül is így következett be ez az egész eljárás velünk szembe, sok mindennek, sok mindenkinek köszönhető. Idézőjelben köszönhető. Mi önmagunk, magyarok is, hát nagyon nagy hibákat követtünk el. Először is. Háborút elvesztettük, ez tény. Minden háborút vagy megnyerünk, vagy elvesztünk, vagy van egy kompromisszumos béke. Itt lehetőség nyílt, többször is fölmerült már 16 decemberében. 17 folyamán végig ott lebegett a kompromisszumos békének a lehetősége a hadviselő felek között. Masaryk megírja az emlékirataiban, hogy mi, én erről tudtam. Azt mondja, hogy milyen egyezkedés folyik Károly király, ugye, meg a Clemenceau, a francia miniszterelnök, meg Lloyd George, az angol miniszterelnök között. Mi erről tudtunk, és azt mondja, hogy így szó szerint ezt írja az emlékirataiban Masaryk, inogni kezdett lábunk alatt a talaj. Mert ha most kötnek egy kompromisszumos békét 17-ben, akkor azt mondja, számunkra a sírig tartó emigráció marad. Soha többet vissza nem térhetünk a hazánkba, mert mi hazárulókká váltunk. Szóval én parlamenti képviselő létemre lepaktáltam az ellenséggel, kémszervezetet hoztam létre az ellenség szolgálatában. Én hogyan menjek vissza, ha egy a háború kompromisszumos békével végződik? És Franciaországban a Grand Orient, francia nagypáholy, megint itt vagyunk a szabadkőműveseknél, 17 június 28-29-30, három napon keresztül Párizsban ülésezik. És itt megy az utasítás a Antant és a semleges országok szabadkőművesei felé, a háborút nem szabad befejezni semmiképpen, ameddig a központi hatalmak feltétel nélkül le nem teszik a fegyvert. Tönkre kell zúzni őket. És már meghúzzák a felosztott Habsburg birodalom határait. És ha megnézzük, hogy milyen határokat rajzoltak meg akkor, 17. június végén Párizsban, a Grand Orient nagypáholyban, szinte azt lehetne mondani, szinte 99%-ban azonos a későbbi trianoni határokkal. Ez véletlen? Talán. Nem véletlen. És fokozatosan, de ez még nem hivatal, és a szabad kőműves döntés. És érdekes, hogy néhány hónapon belül a hivatalos francia politika is elismeri már ezt. És kormányprogramként tűzik ki a monarchia fölbomlasztásának az igényét. Na de ezzel nem értenek még egyet az angolok. 17-ben ugye az USA is hadviselő féllé vál, áprilisban Németországnak üzen hadat, decemberben nekünk, a monarchiának, és mind Nagy-Britannia miniszterelnöke Lloyd George, mind az amerikai elnök Woodrow Wilson kijelentik, hogy igaz, hogy most mi hadat viselünk a monarchia ellen, de nem célunk, nem tartozik így, szó szerint, nem tartozik háborús céljaink közé a monarchia fölbomlasztása. Még 18. januárjában is ezt mondják. Azonban a nemzetközi titkos erők őket is kikezdik. És néhány hónap leforgása alatt már megváltozik a véleményük. Ezeket a hónapokat még alaposan át fog kelleni, alaposan, szépen, nem csak a látható diplomáciai és politikai kapcsolatokat, hanem ami mögöttük van. Azokat alaposan át kell szaturálni, még szűrni. Tehát van mit cselekednie még az utánunk lévő történész generációknak. Nos, Woodrow Wilson, az angol miniszterelnök azonban kijelenti azt is. Már úgy augusztusban, már 18 augusztusában vagyunk, hogy amennyiben bármilyen területi változás beállna Európában, sehol nem szabad a lakosság akarata ellenére ezt végrehajtani. Mindenütt plebiscitummal, azaz népszavazás eredményeként szabad területeket megváltoztatni, területek hova tartozását megváltoztatni. És úgy mondja, hogy embereket, szó szerint ezt mondja, mint egy állatcsordát átcsatolni szülőföldjével együtt egyik országból a másikba, ez lehetetlen. Ha tehát a politika úgy dönt, hogy lesz valami területi változás, kérdezzék meg a lakosságot. Hát a népek önrendelkezési joga. Ezt így
fogalmazhatnánk meg. Most ugrok egy nagyot. Amikor aztán 19. január 18-án Párizsban elkezdik a békekonferenciát, hivatalosan proklamálják, kijelentik, hogy ennek a Wilsoni elvnek a szellemében szándékoznak megkötni, kidolgozni a békefeltételeket és megkötni a békét. Csak hogy a gyakorlat és az elmélet kissé eltért egymástól. Sehol nem került sor a határok megállapításánál népszavazásra. Ennek azonban mi magunk is okozói voltunk. Mennyit beszéltem már? Óra? Akkor jó, azért. Várjál, nem látom. Kérdéseknek is biztosítsuk. Azért, hogy jó. Na, akkor még mondhatok valamit, ugye? Ahol valami ellenszegülés történt, ott azért megállt a behatolás, akár Magyarország területére, akár más államokban is. Benes kint van Párizsban, és november végén üzen haza Prágában Karel Kramarznak a következőket többek között. Szedjetek össze, amennyit cseh katonát tudtok a közös hadsereg szökött katonáiból. Akkor a cseh légiók még Oroszországból, meg Itáliából, tehát Olaszországból még nem jöttek még haza. Tehát csak a közös hadsereg szökött cseh katonáiból tudtak létrehozni valamilyen cseh katonai egységeket. Igyekezzetek megszállni Magyarországból, amennyit csak tudtok. És azt mondja, én Pichon francia külügyminisztertől tudom, meg Berthelot külügyi államtitkártól, hogy amit mi megszállunk Magyarországból, és a békekonferencia alatt már birtokon belül leszünk, az a miénk marad. Onnan bennünket már senki nem fog kiparancsolni. De egyre vigyázzatok. Azt mondja, zaj nélkül, szó szerint csehül íva, mert bez rámuszú, zaj rámusz nélkül, tehát zaj nélkül kell végrehajtani, hogy ne tűnjön föl Párizsban vagy Londonban, hogy mi erőszakkal foglaljuk el ezeket a területeket. Ahol szembe találkoztok valamilyen ellenállásra, meg kell állni. Nem kell tovább menni, várni kell. Ahol azonban engednek bennünket, menjünk be. Tehát, ha kibontakozott volna egy nemzeti ellenállás, és Károlyék nem szerelik le a hadsereget, nem azt mondom, hogy mindent meg lehetett volna menteni, de hogy nem így néznének ki az ország határai, az biztos. Mert ahol szembeszegülés volt Európában, figyeljük meg, lengyel-német viszonylatban Sziléziában, alsó Sziléziában, az nem az osztrák Szilézia, mert Sziléziának egy másik része is volt, ott volt bizonyos konfliktus német és a lengyel lakosság között ilyen helyi bandaharcok alakultak ki. Elrendelték a népszavazást. Amikor Ausztriával iratják alá Saint-Germain-en-Laye-ben 19. szeptemberében a békeszerződést, Karintiában és Krajnában és Tájerországban bizonyos harcok dúlnak az osztrák németek és a délszláv lakosság között. Mert ott bizonyos területek vegyesek. És aláíratják Ausztriával a békeszerződést, de úgy, hogy azon a területen, ahol éppen akkor harcok dúlnak, nem húzzák meg a határt, hanem kimondják, hogy amikor konszolidálódik a helyzet, akkor majd elrendelünk népszavazást ezen a területen, és döntse erre a lakosság. És megtették, valóban népszavazást írtak ki. Most ugorjunk megint időben erre, mifelénk előre, fölfelé. Kérem, a békeszerződés értelmében, amit mi aláírtunk 20. június 4-én, Sopron és környéke, és az egész mai Burgenlandnak nevezett terület Ausztriáé. Ezt elfogadtuk. És 21-ben, amikor megpróbálják a magyar karhatalmat meg a csendőrséget kiparancsolni onnan, akkor egyszerűen Prónai, meg Ostenburg, meg Héjas Ivánék ott kirobbantanak valamilyen balhét a bevonuló osztrák sógorok ellen. 21-ben vagyunk, és még mindig elrendelik, hogy legyen népszavazás. Velencében tárgyalások folynak, és megegyeznek, hogy december közepén, 3 napon keresztül Sopronban és körülötte 8 faluban népszavazást tartanak, hogy hova tartozzon ez a terület. Sőt, utólagosan még további 10 faluban még sikerült a magyar uralmot visszahozni, visszaszerezni Magyarország számára. De miért? Mert ott volt egy szembeszegülés.
Tehát mondjuk Törökországot nem akarom most példaként fölhozni, Atatürknek, Mustafa Kemalnak a történetét valamennyien tudjuk. Törökországgal is aláíratták a békeszerződést 1920. augusztus 10-én Szevrében. Aláírták a törökök. A szultán kormánya aláírta. Csak az egyik tábornok, ugye Mustafa Kemal azt mondja, hogy nem fogadom el. És a fővárosból, Isztambulból az egész parlamenttel átköltözik Ankarába. Nagyon marha messzi városba, Kis-Ázsiának egészen a Kaukázusos közeleső részein. Azt mondják, hogy nem fogjuk elfogadni. Szembeszegülnek. Ki is tör egy nagy háború ott újból. És mi lesz ennek a vége? Újból tárgyalni kell a törökökkel már aláíratott, szigorú békeszerződést, de úgy, hogy már ott vannak a törökök is, a tárgyalóasztalnál ülnek. Hónapokon keresztül folyik az alkudozás, és majd 1923. július 24-én Lozánban írja alá Törökország az új békeszerződést, és azt mondják a régire, a Szevrében aláírtra, hogy ezt dobjuk el. Ez nem számít. Tehát nekünk is védekezni kellett volna. Megtehettük volna, megmondom miért. Amikor 18. november 3-án aláírjuk az Antanttal a fegyverszünetet, nem békeszerző, is fegyverszünet, Páduában, Pádua melletti Villa Giustiban. Weber tábornok írja alá a monarchia részéről, és egy olasz Diaz nevű tábornok az Antant részéről, olasz tábornok. Meghúzzák a demarkációs vonalat. Az azt jelenti, hogy az nem országhatár, hanem egy olyan ad hoc valami vonal, hogy mit szabad megszállni az Antantnak, és mi marad meg egyelőre továbbra is a régi hatalom felügyelete alatt. Ez a határ egy négyzetcentiméterre nem érintette Magyarország területét. Ausztriából, Dél-Tirol, az Isztriai félsziget, és Dalmáciának egy-két területe már ott volt. Mert a Dalmácia ekkor a dualizmusban nem a miénk, hanem a osztrákoké. Tehát magyar területből sehol semmi, és úgy rendelkezik a demarkációs vonal leírása, hogy nyugaton, északon és keleten Magyarország ideiglenes határai, azaz demarkációs határai a régi ország határok. Tehát itt senki nem mondta ki, hogy nekünk bármit is föl kell ebből adni. Na most erre Károlyék mit csinálnak? Károlyi Mihály, meg Jászi Oszkár, meg a munkástanács, meg a katonatanács, meg a mit tudom én milyen tanács képviselői rohannak Belgrádba, mert François Despré tábornok, az Antant balkáni haderejének a főparancsnoka akkor már ott van, mennek, hogy ők majd jobb fegyverszünetet fognak kötni, mint Weber tábornokik Páduában. És hogy végre, hogy egy Antant kormány képviselői szóba fognak állni velük, ez az ő presztízsüket növelni fogja Európa szerte. Hát a szerencsétlenek megérkeznek 8-án Belgrádba, november 8-án vagyunk, és a François Despré, francia tábornoknak mutatja meg Károly, hogy ez a nemzetiségügyi miniszter, ez a munkástanács, ez a katonatanács, ez a nemzeti tanács képviselői, ez az arisztokrata francia tábornok rá, és néz, azt mondja, hogy maguk mind zsidók. Így. Képzeljük el. Hát já, Károlyin kívül azok is voltak. No, és azt mondja, amikor mutatja, hogy itt van ez a munkástanács részéről, és akkor megjegyzi François Despré, hogy uraim, önök már ilyen mélyre süllyedtek? Értjük? Ez a megszégyenítés. És azt mondja, hogy várjanak, megyek ebédelni. Meg se hívja őket ebédre. Le se ülteti őket. Egy zongorára támaszkodva, napolóni pózba állítólag az egyik kezét így a zubbonya kivágásába tesz, és így tárgyal velük, mint az úr a kocsisával. Hát szépen, ilyen mélyre süllyedtünk. Na mindegy, erre akkor húznak egy olyan demarkációs vonalat, amely már a Székelyföldet kiszolgáltatja a románoknak. Erdélyben a határa Maros folyó, egészen Szegedig, majd Szegedtől Pécs fölött húzódik a szerb demarkációs vonat, Pécs is szerb megszállás alá kerül, és elképesztő. És ebben beleegyeznek, hogy rendben van, hogy elfogadjuk ezt a demarkációs vonalat. És még hazajönnek, és megtárgyalják itthon, hogy mi legyen. És akkor azt alá kell írni. Ja, november 10-én tárgyalják meg, és akkor elküldik vissza Belgrádba Linder Bélát, aki a hadsereget szélnek eresztette, ekkor már nem honvédelmi miniszter, mert kirúgták onnan is, mert mindig részeg volt, hanem már tárca nélküli miniszter, és elküldik, hogy ő írja alá. Ezt alá is írja. Most, hogy ki volt ez a Linder Béla,
Én pontosan nem tudom kideríteni, mert Linderrel nem foglalkoztam, de azért egy tény. Pécsen él aztán, a szerbek által megszállt Pécsen. És ugye ott megpróbálnak létrehozni egy ilyen kvázi államot, hogy magyar-szerb baranyai köztársaság, mint egy önálló államot, és ő ebben közreműködik. És amikor a szerbeknek valóban ki kell vonulniuk Pécsről, már a békekonferencia utasítására, hogy marsz ki onnan, akkor ő nem marad ott, hanem a szerbekkel menekül az SHS királyságba, tehát Szerbiába, a szerb-horvát-szlovén királyságba, és ott él végig, 1963-ban bekövetkezett haláláig, amikor díszsír helyet kap Titótól. Értjük? Díszsír helyet kap Titótól. Na, hát akkor, na, most keressük akkor, hogy ki volt ez a Linder Béla, aki szélne keresztül a magyar hadsereg, kinek dolgozott? Vagy Károlyi. Jön a tanácsköztársaság, akiknek átadja a Kumbiláiknak és Samueléknek, a többi gyilkosoknak átadja a hatalmat Károlyi Mihály, és akkor mint aki jól végzi dolgát, ott hagyja Magyarországot, és Katinkával, a Vörös Grófnóval együtt menekülnek. Hova menekülnek? Prágába. Masarykhoz, meg Beneshez, Prágába. Hát ahhoz, akik átverték őket százszor. És majd amikor már Horthy hatalma kezd megszilárdulni itthon, ebben a csonka hazában, Jászi Oszkárral együtt, Károlyi Mihály eljárogat Prágába tanácsot kérni Masarykéktől, meg Beneséktől, hogy hogyan dezavuálják, hogyan rontsák a magyar kormány hitelét nemzetközileg. A saját hazájuknak a hitelét. Mert meg kell buktatni, hogy külföldön majd szerveznek egy külföldi magyar kormányzatot, amelyik szembe helyezkedik Horthyékkal, meg Bethlen Istvánékkal, meg a többiekkel. Értjük? Kik voltak ezek az emberek? Emberek? Gazemberek. Örülök neki, hogy a szobra már eltűnt Károlyinak a Duna partról. Hát... Tessék? Na hát jó, hát oda vitték. Hát. Na, mindegy, meg lehet tartani elrettentő példaként. Na, még a népszavazással kapcsolatban. Népszavazás. Ott írtak ki népszavazást, ahol erre megvolt a lakosság részéről megnyilvánuló kényszerítő erő. Ahol nem volt meg, ott nem írtak ki. A Aponyi 1920 január 16-án mondja ezt a híres beszédét a Tízek tanácsa előtt a francia külügyminisztérium épületében. Ugyanis 15-én, január 15-én megkapja a 362 oldal terjedelmű békeszerződés tervezetet. És lehetőséget biztosítanak a számára, hogy a Tízek tanácsa előtt, tehát a békekonferencia fő tanácsa előtt másnap, 16-án, pont 24 óra múlva, délután 3 órakor jelenjen meg, és mondhat egy beszédet. Mondja el az észrevételeit ezzel kapcsolatban. Van rá 24 órája, hogy átnézze gyorsan az anyagot, és reagáljon rá. Hát Aponyi, hogy milyen bravúrt hajtott ott végre, az egy elképesztő. Három nyelven, angol, francia, olasz, elmondja, összefoglalva a dolgokat, így is, úgy is, amúgy is, különböző nyelveken, és frappánsan kifejti Magyarország igazát. Azt mondja, kifejti a történelmi jogunkat, néprajzi jogunkat, gazdasági szempontokat kiemelve, és kifejti azt is, hogy még a tőlünk elcsatolt területeknek, országrészeknek is mekkora hátrányuk származik abból, hogy bennünket elcsatoltak, sőt, azoknak az országoknak, akihez csatolják ezeket a területeket. És azt mondja, de ha még ezek az érvek nem is nyomrának a latban, talán súlytalannak tűnnek önök előtt. Van egy érv, ami előtt mi is meghajlunk. A lakosság döntése. Döntse el az elcsatolandó területek lakossága, hogy akar-e a régi hazája mellett, a hazájában maradni, vagy el akar-e tőlünk távozni, és új ország alattvalójává akar-e válni. Nemzeti becsületünkre kijelentjük előre is már, hogy ezt a döntést elfogadjuk. Nagy hallgatás. Lloyd George, angol miniszterelnök, még oda megy Aponyihoz, és azt mondja, hogy excellenciád nagyon ékes szólóan beszélt.
Aponyi válasza a következő. Amennyiben szavaim talán ékesszólóak voltak, akkor maguk a tények beszélnek ékesszólóan. Értjük? Fantasztikus, ügyes mondat. Nos, és ő fölvető, tessék népszavazást, hisz önök megígérték önrendelkezési jog. Itt van hik szálta, hik rodusz, itt van rodusz, itt ugor, ugye mondták a régi görögök. Hát akkor tessék, tartsuk meg a népszavazást. Hoppá, békekonferencia sehogyan nem dönt ebben a kérdésben még, de már másnap a cseh, a román, meg a szerb békedelegáció közös jegyzékben tiltakozik a magyar békedelegáció elnökének, Aponyi grófnak a felvetése ellen. Tiltakozunk, semmiféle népszavazás. Nagyon jól tudták, hogy miért. Vavros Robár, egy rózsahegyi tót orvos, szlovák orvos, aki Szlovákia első teljhatalmú minisztere lett, még a cseh megszállás előtt, már a cseh megszállás alatt már ott ügyködik, ő nevezi ki az új zsupánokat, tehát megyefőnököket, meg minden. Megírja az emlékirataiban. Nekünk minden törekvésünk oda irányult, hogy ne legyen népszavazás. Mert ha népszavazás lett volna, mi nemhogy Pozsonyt, meg Kassát, meg Érsekújvárt, meg mit tudom én, Lévát, meg Dunaszerdahelyt nem szereztük volna meg népszavazással. Mi nem szereztük volna meg a legszlovákabb vidégeket sem. Bennünket, a bevonuló cseheket, még a legszlovákabb területek lakossága sem választott volna. Mindenki Magyarországra szavazott volna. Tehát nekünk ki kellett védeni mindenképpen a népszavazás elvét. Tehát így nézett ki a helyzet. Kedves barátaim, hibásak voltak a nagyhatalmak, hibásak voltak a kis ragadozók, de hibásak voltunk mi is, magyarok, mert nem mutattunk megfelelő időben, megfelelő akaratot a szembeszegülésre. Arra lett volna szükség mindjárt, 18 őszén, meg 19 elején fegyveresen szembeszegülni. És nem elmenni Belgrádba, még külön aláíratni egy újabb demarkációs vonalról szerződés Franché Despré tábornokkal, hanem a diaszféle vonulat, hisz a diaszféle szerződésben benne van, hogy ez az egyetlen érvényes szerződés, egyetlen érvényes fegyverszüneti szerződés, több nincs, egyetlen. Nem mondom, hogy nem sértette volna meg az Antant ezt is, de nemzetközi jogilag akkor is és azóta is hivatkozhatnánk a történelem színe előtt mindenre, hogy az Antant aljas cselszövő módon megszegte a velünk megkötött fegyverszüneti szerződést. Így nem mondhatjuk ezt, mi elrohantunk Belgrádba, és megkötöttük. Most ez még nem hiteles állítás, de már van egy ilyen hírem, hogy maga Vix alezredes, aki az Antant katonai misszió, budapesti missziójának volt a parancsnoka, Vix alezredes, amikor megtudta, hogy Károlyék elmentek Belgrádba, hát kapcsolatba lépett Franché Despré tábornokkal, és Franché Despré a vállát vonogatta, hogy hát kedves alezredes, én nem tehetek semmit, hát ha magyarok jönnek nekem, kénytelen vagyok valahogyan, de ha nem jöttek volna, akkor jó, akkor rendben van. De minek jöttek a magyarok? Én tehetek róla? Tehát elhárítja magától, hogy ő nem akart ártani nekünk, mi önmagunknak ártottunk. Tehát önfia vágta sebét, mondhatnám én is Nemes Kürti professzorral. Tehát bizony, bűnösek vagyunk mi, mert vétkeztünk, leginkább saját magunk ellen vétkeztünk a legtöbbet. Mivel lehet ezt helyrehozni? Először is azzal, hogy nem feledhetünk, és tanulunk, okulunk a múltból. Mert aki nem okul, nem ismeri a múltat. Először meg kell ismerni a múltat, okulni belőle. Aki nem ezt teszi, az elköveti újból azokat a hibákat. Egy trencséni születésű költő, Szatmári István, így hívják, született 1870-ben, Trencsénben. Egy fia magyar nincs még ott. De 1918-19-ben Trencsén még magyarabb város volt, mint Sopron. Trencséni születésű költőnek van egy verse, így kezdődik, hogy nem feledhetünk. Első pár sorát elmondom. Mi nem feledhetünk. Arany kehelyben hozzák be nekünk a feledésnek csalfa mámorát. Mi undorral fogjuk félredobni azt, és küzdünk
és bízunk tovább. Csak gyáva kors szíveknek nyújt vigaszt feledni azt, hogy elrabolták. Csak nem mindenünk. És akkor ott, hogy Erdélyt, a kincses második hazád, de azt nem akarom, csak a Felvidékkel kapcsolatos részt. Nem érzed-e? Miről regél a Tátra zord szele, Kézsmárk felől süvöltve kassatáján? Fülünkbe zúgja nemtelen gaz ármány, rút cselszövés, mit poklok mélye ringat, adá csekézre legszebb tájainkat. Ezért hoztuk hát hamvait haza, nagy száműzöttünk, rozostó csillaga. Hogy álmaid most rabláncok csörrenése, s hű népeid bús jajszava kísérje. Na aztán folytatódik majd Délvidékkel, meg mit tudom én így. És ez a trencséri születésű Szatmári István költő írja ezt a verset a trianoni béke aláírásának az első évfordulóján, 1921. június 4-én. Tehát pontosan 100 évvel ezelőtt született ez a vers. Vajon hány iskolában ismerik ezt a verset napjainkban? Sehol. A két háború között minden gimnazista fiú és lány kívülről fújta. Most azonban hol vagyunk? Nevelés, nevelés, nemzetre, hazafiságra való nevelés, és tudásra, és kutatni a könyveket. Én már írom a könyveimet, csak legyen, aki olvassa. Na, mert én úgy vagyok, hogy én megírom, ki is kutatom, de én nem csöpögtethetem az emberek fejébe töltsérrel, amit megírtam, csak el tudom mondani, és akkor vagy veszi valaki azt a fáradtságot, vagy nem veszi a fáradtságot, utána nézzen, és elolvassa a dolgokat. Tehát egy művelt, nemzeti tudatában megerősödött népen, nemzeten nem fog semmilyen ármány. Nem lehet megtörni akkor bennünket. Tehát, ha meg akarunk törni, akár az egyes embert, ha meg akarjuk törni, akár egy nagyobb, tágabb közösséget, el kell venni az emlékezetét, amnézia. Nem szabad, hogy ő tudja, hogy honnan jött, és ki volt az apja, ki volt az anyja, meg honnan származik. Mert akkor egyszerűen nem tudja, hogy kicsoda ő. Nem találja a helyét a világban, a jövő körvonalai pedig soha föl nem derengenek előtte. Hát nem tudja, buta, egyszerűen. Szerencsétlen buta, elbutított, nem tehet róla. Azok tehetnek róla, akik ebben az állati sorban nevelték fel. És ezt a szerepet szánták rá, hogy zombi legyen belőle, ne gondolkodó ember. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy soha ne legyünk zombik, és azokat a vudú papokat, akik bennünket zombikká akarnak nevelni, hát küldjük oda, ahová valók. Rajtunk múlik. Köszönöm a figyelmüket. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy Károlyi Mihály személyével kapcsolatban, hogy nekem például... Előrébben itt a vélemberek már sikerek hívják. Ja, jó. Károlyi Mihály személyével kapcsolatban, hogy több helyről hallottam, hogy ő nem csak nyúlszájú és farkas torkú volt, és nagyon nehezen lehetett érteni a beszédét, hanem valószínűleg, hogy enyhe fogban értelmi fogyatékos is lehetett. Ezért találták meg őket azok a bizonyos személyek, tehát nyilván a szabadkőművesek, mert nyilván ő volt az egyetlen olyan magyar személye a parlamentben, aki képes volt ilyen aljadék dologra, hogy a saját hazáját elárulja és összeálljon árulókkal. Hogy ennek van-e valami alapja, tehát van-e valami kórismeróla, vagy valami szakvélemény, hogy ő, és, ja, és hogy a beszédeit, hogy nyilván nem ő írta, de hogy van erről valami, tehát hogy ennek van-e valami alapja, mert én annyi mindenkitől hallottam ezt, többek között egyetemi tanárom is mondta. Hát egy Károlyi ról sok minden rossz elmondható, és nagyon kevés jó mondható el róla. Hát sokan azt mondják, hogy beteg ember volt. A hatalom beteg mániákusa. Mindenképpen szinte bomlott aggyal ragaszkodott a hatalomhoz. Csak is ő és senki más. A háború kitörésekor ő nincs idehaza. Külföldön van. Amerikában is pénzt kunyerál, és állítólag ezzel az Amerikában fölvett pénzzel sem tudott elszámolni. Aztán Franciaországon próbál hazajönni, és mint magyar állampolgárt letartóztatják, internálni akarják. Végül úgy engedik haza, becsület szóval, hogy semmiképpen nem fog fegyvert a háború alatt senki ellen. Ezt megadja, ezt a becsület szót, hazajön, de aztán végül is egyszer
amikor már Tisza István is kimegy a harctérre, ő is úgy gondolja, hogy neki is illenék megmutatni magát a harctéren, és egy huszár zászlós rendfokozattal kimegy. És akkor a francia politika rámutatott, hogy nem tartotta be a szavát, mert nekik becsület szavát adta, hogy nem megy ki a harctérre. No, de ez nem is függ össze ezzel annyira. Hogy most ő valóban tudatosan művelte ezeket a dolgait, vagy nem, én nem tudom megmondani. A hit illúziók nélkül, vagy egy életet Magyarországért című emlékirataiban, például a lehető legszebb képet festi önmagáról, hogy mennyi mindent tett ő meg a hazájáért. Bár a rossz nyelvek azt mondják, hogy ez nem is ő írta, mert ő annyira nem tudott szépen fogalmazni, hanem hogy Jászi Oszkár írta meg helyette ezt a könyvet, egy Jakubovics Oszkár, ugye? Hogy egy életet Magyarországért. Tehát erre nem tudok kimerítő választ adni. Lehet, Raffai biztosan többet tudna erről. Apropó, egy hónap múlva Raffai Ernővel, jó magam, csekészségem, Raffai Ernő, Jelenszky István, ez majd biztosan majd bejelenti majd Novák előd, lesz itt, és most készült egy film, ugye, egy 4 részes film, nem, soha, ahol Ernő is, meg jó magam is, ugye ott szerencsétlenkedünk, és ez Jelenszky István csinálta ezt a filmet. Na most ennek a filmnek a bemutatója szombaton és vasárnap lesz majd, 17-én, 18-19-én, és előtte csütörtökön pedig itt lesz beszélgetés a három emberrel, aki film producerével, aztán Raffai Ernővel, meg én velem. Akkor, ha itt lesz Raffai, nyugodtan tegyék fel neki ezt a kérdést, hogy sokkal többet tud Károlyról, mint én. Én többet tudok Benesről, meg Masarykról, ő többet tud Károlyról. Na. Felvidékről vagyok, Király Helmecről. Az előző kérdéshez visszatérve, nem a mostanihoz, még az az előttihez. Annyit tudnék hozzászólni, Király Helmecen igenis van emléktáblája ennek, hogy a lengyel menekülteket a II. Világháborúban befogadtuk. Úgyhogy innentől kezdve indult el az emléktáblavatástól, az a kutatás részemről. Én lepleztem le. Igen, hogy mi is volt ez, hogy tulajdonképpen hogy is volt ez, hogy igen, hogy lengyel menekülteket fogadtunk be annak idején. Ez az egyik érdekesség. Ugye természetesen a szlovák történelemkönyv a szlovákiai magyar iskolákban adott történelemkönyvekben egy szó sincs erről, hiszen azok a szlovák történelemkönyveknek a magyar fordításai. A rendszerváltás előtt is és után is ugyanez, 13 évesként értem meg a rendszerváltást, tehát tudom, hogy sem az elemi iskolás, sem a középiskolás történelemkönyvekben nem volt másképp. Amiket kihangsúlyoztak a szlovákok a II. Világháborúról kapcsolatosan, 1938-ban Magyarországhoz visszacsatolt terület, persze gonoszul elhorozott területekként említve, azt mondták, hogy itt, azokon a területeken ott a horti fasisztái irtózatos mennyiségű zsidó deportálásokat végeztek. Most egyáltalán semmi szó nem esett arról, hogy a szlovákok mennyiben voltak részesei ennek a zsidó deportálásnak. Hitler valahol irataiban megemlékezett arról, hogy megemlítette, hogy igen, hogy ez a Tiszó milyen készségesen szállítja nekem a zsidókat a Szlovákiából, és akkor nyílt ki nekem is, és nyugodjon édesapámnak, aki már nincs közöttünk azóta, 15 évvel ezelőtt kb. Lehetett egy magyar rádió műsorban egy német professzor nyilatkozatát adták le egy az egybe, nem tudtunk senkit se elérni, mert visszatelefonáltunk, hogy hát bocsánat, hogy lehet ilyen történelmi hamisítást lehozni. A német történész professzor állandóan a magyarországi zsidó transport, zsidó deportálásokról beszélt, és a gondolatát azzal zárta, hogy bezzeg Szlovákiába Tiszó megvédte őket. Úgyhogy ilyen elképesztő, brutális hamisítások folynak. A legfontosabb, amit kiemelnek a szlovákok a II. Világháború idején, az az 1944. augusztus 29-e, most ünnepelték nemrég, ugye az állami ünnep, a szlovák nemzeti felkelés, melyre hivatkozva történt az, hogy Szlovákiát erre hivatkozva a győztesek asztalához ültették a II. Világháború végén, és ez volt a lényeg, és így
Mind a mai napig erre hivatkoznak a szlovákok, hogy hát ők voltak éppen nem is voltak annyira fasiszták, hiszen ők mennyire jól, mennyire faszagyerekként szembeszálltak a német megszállókkal. Ennyi lett volna mondani, egy kérdésem még lenne az első világháborúval kapcsolatban. A Pittsburghi egyezményt láttam már így a szlovákoknál így kiakasztva, mert Szlovákiában nagyon sokat dolgoztam, és láttam egy-két helyen így szlovák nemzeti ilyen emlékutak, ilyen kép volt A3-asban kiakasztva, hogy micsoda fontos állomása ez a Pittsburghi egyezmény annak, hogy annak idején megalakult Csehszlovákia, ami a szlovákokat önálló állammá segítette, hogy nem tudom, hogy mennyire van erről valami bővebb információ felelhető valahol esetleg. Így. Ez a háború alatt történt, és méghozzá 18. május 30-án. Masaryk ekkor érkezik meg Japánon keresztül, Szibériából az USA-ba megérkezik, és az amerikai szlovák egyesületek, különböző társadalmi egyesületek vezetői azt kérik Masaryktól, hogy foglalják írásba, hogy a háború után létrehozandó közös cseh-szlovák államban a csehek és a szlovákok viszonya körülbelül olyan lesz, mint az osztrák-magyar monarchiában az osztrák fél és a magyar fél viszonya. Tehát egy dualisztikus államalakulat fog létrejönni. Ennek a feltételeit pontokba foglalják, ez aláírja Masaryk, és aláírják ezeknek az amerikai szlovák egyesületeknek bizonyos vezetőségi tagjai vagy képviselői. Persze itthon nem tartották be egyáltalán ezeket. Ez természetesen fölrúták Hlinkájék, mert a Szlovákiában a legerősebb szlovák politikai irányzat a szlovák autonómia mellett tört láncsát, amit a csehek nem adtak meg soha. Már csak 38 végén, amikor már nem tehettek mást. Amikor már hullott szét az állam. Nos, és mit válaszol rá Masaryk? Figyeljük meg! A humánus, az erkölcsös és a előrelátó nagy politikust. Azt mondja, Amerikában mindenféle emberek, általam soha nem ismert szervezetek, vezetői jöttek, hogy írjak alá egy ilyen nyilatkozatot, hogy a háború után, hogy ilyen meg ilyen jogokat fogunk nekik adni. Miért ne írtam volna alá? Mondja, csupa amerikai állampolgár írta ezt alá. Ezek engem semmire nem köteleznek. Aláírtam. Tudtam, hogy ennek semmi értéke nincs. Meg aztán azt mondja, ezt a szerződést vasárnap írtuk alá. És az amerikai törvények értelmében a vasárnap aláírt szerződések érvénytelenek. Kész. Tanár úrtól szeretném megkérdezni, hogy márciusban múlt egy éve, hogy a Mi Hazánk kezdeményezte azt, hogy az országgyűlés a trianoni békeszerződést mondja fel. Azóta sem történt ebben az ügyben semmi, a kormány nem is tárgyalt a tudomásom szerint. Kérdésem az, hogy mennyire meghatározó az, hogy ma is ezek a titkos köművesek dolgoznak, és ők tartják mereven ezt a kérdést, és vajon lehetne elmozdulást ebbe az irányba tenni, hogyha a geopolitikánkat másképp kezelnénk. Tehát most van egy olyan helyzet, hogy van Oroszország, Románia, Ukrajna és sajnos Lengyelország is Oroszországgal eléggé szembefordult. Ugyanakkor meg az amerikai barátságból nagyon jól lehet látni, hogy egy Afganisztánt is 20 év után hogy hagyott cserben Amerika. Tehát hogyha mi egy orosz barátságot, tehát a sireményket félretennénk, és egy orosz barátságot táplálnánk, akkor lehetne az, hogy Oroszország, mint nagyhatalom, akkor esetleg a magyarokat is későbbiekbe támogatná. A történelemben semmi sem örök, semmi sem állandó. Minden mozdul,
változik benne. Csak azok hirdetik az örök mozdíthatatlanságot, akiknek ehhez érdekük fűződik. Valamikor az oroszok, Szovjetunió, nagy-nagy ellenségünknek számított. Most azonban, ha körbenézek a jelenlegi Európában szomszédaink között, hát valóban egyet kell értenem, hogy egyetlen olyan nagyhatalom van, nem úgy akarom mondani, aki szeret bennünket, aki nem utál bennünket. Már legalább nem utálnak. De nézzük meg az angolokat. Nézzük meg a franciákat. Sőt, a migráns mutti-nak a országát is. Hát bizony, ha összehasonlítom a jelenlegi orosz birodalommal, hát én inkább húzok az oroszok felé. Mint akár a németek, akár a franciák, akár az angolok felé. USA-ról nem is beszélve, főleg most a Biden alatti USA-ról. A körülöttünk lévő, hát a, hogy mondjam, a V4, voltak éppen ezt két ország tartja fent, a Lengyelország és Magyarország. A csehek két kulacsos politikát folytatnak, a szlovák politika pedig bármikor hátba szúr bennünket, ha kell. Sőt, akkor is, ha nem kell. Tehát, de jó, ügyesen csinálja a magyar vezetés, hogy egybe tartja ezt a négyet, ezt a négy országot. Mert így a magyar politikumnak voltak éppen a hatósugara nem szűnik meg Magyarország határainál, hanem nagyobb. A tengertől majdnem le a tengerig. Ha Szlovénia meg Horvátország bekerül esetleg, és velük lehetne a V4-et bővíteni, ez még, talán még pozitív lenne Magyarország számára. Abban nem bízok, hogy a románokat is sikerülne becsalogatni. Ha pedig sikerülne, több baj lenne velük, mint haszon. Úgyhogy ott inkább hagyjuk őket egyelőre még fejlődni. Na, talán valamikor, de ők még nem szenvedtek eleget, úgy, mint mi. Na, a szenvedés neveli az embert. Időt mutatnak valahol, látom. Kifogyott a kazetta, ugye? Na, akkor még esetleg, még megmondom, hogy aki óhajtja, dedikálhatom is, és beszerezhető, megszagolható, és el is vihető a könyv, aki úgy gondolja. Kérdezem, hogy van esetleg még egy utolsó kérdés. Igen, akkor még egy utolsó kérdésre megadom a szót. Köszönöm a szót, igyekszek rövid lenni, egy kérdést tennék fel, itt az elhangzottak indukálták a kérdésemet, hogy Farkas Győző vagyok, és ugye elhangzott ez a Szovjetunió legalább nem utál minket. Ugye tudomásom szerint Oroszország. Ugye a közelmúlti ugye Krem-sziget elcsatolása kapcsán, annektálás kapcsán, ugye bár eljutott hozzám egy információ, hogy az oroszok azt mondták, hogy hát amit tettünk a Kremmel, a Krím-félsziget, az ugyanazt a magyarok is megtehetnék, hiszen az ő fennhatóságuk is annyira érvényes, mint amennyi az övék volt a Krím-félszigettel kapcsolatban, hogy erről van-e valamilyen információja. Tehát ez Oroszország részéről ez hatalmi kérdés. Ha mi is olyan hatalommal bírunk majd, mint Oroszország, akkor megtesszük. De Oroszország... akkor meg sem állunk munkácsig. Na. Tehát Oroszország részéről konkrétan elhangzott egy ilyen támogató jó észrevétel, hogy igenis, amit ő a félszigettel megtett, az gyakorlatilag ugyanezen jogalappal Magyarország is megtenni, illetve a V4-jel kapcsolatban én hallottam olyat is, hogy Izrael is jelezte csatlakozási szándékát a V4-hez. Nem tudom, hogy erről hallott-e már. Erről nem hallottam. Tehát, jó. Lehet, nem baj. Jó, hát akarni lehet, meg mit tudom, én nem tudok. Erről nem hallottam semmit. Na, akkor lezárjuk, jó? Akkor köszönjük szépen nagyon a megjelenés kitüntető figyelmet, és valóban, ahogy tanár úr, igazgató úr nem csak említette, de hát le is szervezte ő maga, Jelenczky István filmrendezővel, ő maga beszélte meg az október 14-i, ugye mindig a hó közepe táján egy csütörtöki napon este 6 órakor találkozunk itt alapesetben, egyelőre a Szabad Egyetemünk havi egy előadást szervez, és október 14-én csütörtökön este 6-kor, tehát Jelenczky István filmrendező betiltott Trianon filmjéről fog beszélgetni, Popé Gyulával és Rafai Ernővel, tehát egy ilyen hármas történészi
kerekasztal beszélgetés lesz. Azt gondolom, egy nagyon érdekes témáról, hogy hogyan tiltotta be a köztévé ezt a darabot, amit viszont valóban, ha korlátozott mértékben is, ritkán is, de az Uránia mozi is műsorra fog tűzni. Pont azért időzítettük így a műsort, mert az azt követő hétvégén két napon lehet ezt a kétszer két részt megtekinteni az Uránia moziban, úgyhogy erre is buzdítani fogunk mindenkit ezen a csütörtöki napon, úgyhogy ilyen előzetes beszélgetés egyfajta ajánló lesz, ahogy egyfajta könyvajánlónak is tekinthetjük azokat a mondatokat, amelyeket most itt hallhattunk az elmúlt bő egy órában, másfél, majdnem két órában Popé Gyula tanár úrtól, akinek még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy beugrott itt Bakai Kornél helyett is. Köszönjük szépen!